Ilyen szokáskényszerítésben vagyunk, gyakorlatilag most már másfél hónapja. Na most, ugye nekem, mint az imént említettem, a legnagyobb problémám az, hogy az emberek reagálnak és nem cselekszenek. Tehát a cselekvés az mindig tudatos, a reagálás meg az ösztönös. Hogy az ember így működik? Tehát a legtöbb ember sajnos nem tudja az ember működését, tehát bár sokan hallották már azt, hogy ilyen két félre bontható agyféltekénk van, agyunk van, tehát van egy bal agyféltekénk, meg egy jobb agyféltekénk, a jobb agyféltekénk a tudatosság, a bal agyféltekénk az ösztönök. És az ösztöneink úgy működnek szó szerint, mint az állatoknál, a tudatosságunk meg szó szerint úgy működik, mint az isteneknél. Na most ugye ez egy jó kérdés, ez az Isten kérdés, mert az állatokról az emberek meggyőződtek, és az istenekről meg nem győződtek meg. És ugye sok ember, főleg azok az emberek, akik ugye az anyagi világba rekedtek, azok ugye azt mondják, hogy hiszem, ha látom. Tehát ez a hiszem, ha látom azt jelenti, hogy hiszem, hogyha meggyőződtem róla. Na most akik előrébb járnak a szellemi fejlődés terén, mint azok, akik ugye bele vannak rögzülve az anyagba, azok már nem úgy gondolkodnak, hogy hiszem, ha látom, hanem olyan dolgokat is elhisznek, amit a többiek nem. És van ebben kapcsolatban egy érdekes dolog, hogy az emberek úgy működnek, hogy hiszem, ha látom, és ezt fordítsátok meg. Látom, ha hiszem. Tehát ők azért nem látják, azért nem tudnak meggyőződni, mert nem hisznek. Tehát ők mindent látni akarnak, és csak abban hisznek, amit látnak. Akik viszont képesek hinni anélkül, hogy látnának, és ez úgy működik, hogyha hiszem, akkor meg fogok róla győződni is. Tehát ezért ez a hiszem, ha látom, ellentéte ez a hiszem, vagyis látom, ha hiszem, ez működik azoknál, akik képesek hinni. Tehát akkor tudják látni, tehát magyarul meggyőződni, ha hisznek. És az anyagba zárt emberek nem így működnek, hanem úgy, hogy hiszem, ha látom. Tehát magyarul, még egyszer mondva, semmiben nem hisznek, amiről nem győződtek meg. De ez egy érdekes dolog, ez a, amiről nem győződtek meg. Na most azért ugye megkérdezném, hogy látod-e a levegőt. Mégis hiszel benne, hogy van, pedig nem látod. Ha meg tudod fogni a levegőt, ha fogd már meg, vagy akár meg tudod harapni, de hogy tudod harapni. Érted? Tehát, mit tudom én, úgy valamilyen szinten meg tudsz győződni, hogy van valami levegő, mert hogy fúj a szél, és akkor így jár, érted? Jár a levegő. Érted? Tehát, egy csomó olyan dolog van, amiről nem győződtél meg, de mivel tanultad, ezért hiszel. Tehát hiszed. Tehát, hogyha gyerekkorában valakit tanítanak valamire, olyanra, amit nem is lát, nem is győződhet meg róla, akkor onnantól kezdve azt ő hiszi, hogy az létezik. Tehát, hogyha egy gyereket elkezded a Jóistenre tanítani, akkor ő elkezd hinni a Jóistenben. Ha a másik gyereket
nem tanítják a Jóistenre, akkor ő nem fog hinni a Jóistenben. Tehát az ember nem csak úgy működik, hát gondolkoz, nem csak úgy működik, hogy hiszem, ha látom, hát egy csomó olyan dologról tanultál gyerekkorodban, amit azt mondták, hogy úgy van, és te elhitted. Mert azt mondta a tanár, meg a másik tanár, vagy a szüleid, és te elhitted, hogy úgy van. Tehát hiába mondod azt, hogy hiszem, ha látom, ha egy csomó dolog az életedben, annak ellenére, hogy mondjuk nem vagy nyitott a szellemi dolgokra, annak ellenére mégis olyan dolgokba is hiszel, amiről sose győzöttél meg. Csak egyszerűen azért, mert megtanítottak. Tehát úgy működik az ember, hogy látom, ha hiszem. És akik tényleg igazából képesek hinni, azok meg tudnak róla győződni arról, amiben hisznek. Ha igazán hisznek benne. Ha nem hiszed, próbáld ki. Én ezt már rég óta rendszeresen kipróbálom, és tökéletesen működik. Tehát én mindig meggyőződök arról, amiben elkezdek hinni. Legyen az bármi. Vagy akár bárki.